Már nem Magyarország az inflációs sereghajtó az Európai Unióban, ez derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból. A kiskereskedelemben ugyanakkor még mindig jelentős a visszaesés, több kisbolt is az életben maradásért küzd. Vendégünk Raskó György. Hát a csehek leelőztek minket az inflációs adatokban. Kevésnek is tudunk már örülni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Raskó György, agrárközgazdász, tehát mindent, vagy nem mindent, de sok mindent az agrárium felől fogunk megközelíteni a következő beszélgetésben. Az, hogy milyen állapotban van a magyar agrárium, az mennyire mutatja azt a képet, amit a boltokban látunk? Ezek összefüggnek, vagy két különböző történet, hogy milyen volt a élelmiszerinfláció Magyarországon, és milyen állapotban van az agrárgazdaság? Hát ebben az évben mindenképp ellentétes irányról beszélünk. Mezőgazdasága 2022-es rendkívül gyenge teljesítménye után idén kilőtt szabályosan, tehát 6,5%-os növekedést produkált. Ez egyébként a nemzetgazdaság GDP adatát is megmentette, hiszen csak az agrárium 1,1% ponttal járul hozzá az idei gazdasági növekedéshez, pontosabban emiatt a mínusz a gazdasági növekedésben egészen minimális lesz, tehát az agrárgazdaság megtette a magáét, időjárás sokat segített ebben. Egy dolog a termelési érték bővülése, és azon belül csak a növénytermelésé, állattenyésztés, kertészet az visszaesett 2023-ban, még a gyenge 2022-es évhez képest is, de azért a 44%-os szántóföldi növénytermelés bővülés azért az elfedi azt a komoly strukturális gondot, amivel a magyar mezőgazdaság szenved jelen pillanatban. Tehát ez a rész úgymond pozitívum, negatívum az, hogy a magyar mezőgazdasági termelők nem igazán versenyképesek európai szinten, nem csak az ukránokkal szemben nem versenyképesek, hanem környékbeli országok közül kiemelendő Lengyelország szintén hatalmasat veszítettünk a versenyképességünkből, és ez nem csak az alapanyag termelésre vonatkozik, hanem az élelmiszer feldolgozásra is. Az élelmiszer feldolgozás nagyon gyengén teljesített ebben az évben, elsősorban azért, mert a belföldi kereslet a termékei iránt rendkívüli mértékben visszaesett, és az import helyettesítés történt, mert onnét lehetett olcsón beszerezni. Na hát ez az. Hát ezt vetette volna közbe, hogy viszont amikor az import olcsóbb, az egy elgondolkoztató helyzet. Hiszen azt mondanánk, hogy az itt terem nálunk, azt meghozni kell nagyon messziről. Igen, és hozták, tehát jelentősen bővült az import, és csökkent a belföldi. De hogy lett olcsóbb mondjuk a szlovák tej, mint a magyar? Nem csak a szlovák tej, hát, hanem még az osztrák, még az osztrák is. Egyszerűen elszámították magukat 2022 őszén a tejtermelők, illetve hát az érdekvédelmi szervezetük, hasonlóan a sütőiparra is ezért ez elmondható. Tehát úgy gondolták, hogy a lakosság életszínvonala szakadatlanul nő, és rugalmatlan az ilyen áremelkedésekkel szemben. Valójában jelentős volumen csökkenés történt, hiszen azokat a tejtermék árakat, vagy éppen sütőipari termékek, legyen szó kenyér, péksütemény, árait a magyar fogyasztók nem díjazták, ebből jelentős volumen csökkenés történt. Hát meg a szakadatlanságról is kiderült, hogy azért az nem egészen úgy van, a magyar zsebek bizony kiszakadtak. Igen, bizony üresek, emiatt a élelmiszer kiskereskedelem most már 14 hónapja csökken, tehát nem csak ebben az évben, már tavaly, tehát 2022 őszén is megkezdődött a volumen csökkenés, azóta viszont minden hónapban egyre kevesebb az eladott élelmiszer mennyisége. Összeadva a másfél év alatt körülbelül 7,5%-os a csökkenés, ami azért jelentősnek tekinthető, hiszen az élelmiszer az, amivel a családok az összes megspórolt pénzüket, ha valamire, arra biztos, hogy fordítani fogják, mert valamit a családnak adni kell, és persze. Enni kell. Viszont csökken, én értem az élelmiszer eladás mennyisége, viszont az ára az meg nem csökken. És hogyha ezt így nézzük, akkor érthető, hogy az emberek miért próbálnak takarékoskodni, vagy miért vesznek valamiből kevesebbet, vagy olcsóbbat? Hát kerekítve ugye 7%-kal
tovább nőtt tavaly decemberhez képest az élelmiszer árszínvonal, ami azért egy rendkívül moderált érték. Ezt hogy ahhoz érted? Viszonyítva, hogy egy évvel ezelőtt ez 44,7% volt. Hát így akkor 50% fölött vagyunk. Úgy 50% fölött van gyakorlatilag két év alatt az élelmiszerinfláció, és ezen belül, és ez lényeges dolog, pontosan az alapvető élelmiszerek árszintje emelkedett kiemelkedő mértékben, hiszen a tejtermékek 50-60%, a sütőipari termékek 70-80%-a, és hát egyes hústermékek is 50% körüli szinten emelkedtek, és hát azt nézzük, hogy olyanok erősítenek most még erre rá, mint a cukor, ami 54%-kal nőtt ebben az évben, akkor azt lehet mondani, hogy ma már az összes alapvető élmiszer áremelkedése egy szintet ugrott, és elérte, azt lehet mondani, a nyugat-európai átlagos élmiszer árszínvonal szintjét. Hát csak sajnos a zsebünkben lévő pénz, hogy visszakanyarodjunk a szakadatlan kifejezéséhez, hát az nem. Ön mindig értő, hogy mitől annyi az amennyi? Tehát azt mondja, hogy 50% fölött van a cukorárának, a kristálycukorárának az emelkedése. Vajon miért? Ez egyértelmű. A cukor tőzsdén jegyzett világpiaci termék hat a világ minden részén, ha a cukor tőzsdei ára emelkedik. Óriási emelkedés volt a tőzsdei árban. Minden más alapvető élmiszer árszínvonala csökkent a világpiacon. Elsősorban a növényi olajok, tehát az étolaj több mint 50%-kal, húsféléknél szintén egy olyan 4-5%-os csökkenés van. De akkor nálunk miért nem csökken? Tehát, hogyha a cukornál a világpiaci árnövekedést ilyen pompásan le tudjuk követni, akkor mondjuk, hogyha csökken valaminek az ára a világpiacon, az pont így miért nem? Én azt gondolom, hogy ugye az infláció, élelmiszerinfláció, az abban ugyan komoly hatással bír a világpiaci árak változása is, de Magyarország egész más eset, hiszen itt a kormány olyan plusz terheket rakott a kiskereskedelem nyakába, végső soron a fogyasztók nyakába, ami az Európai Unió átlagos élmiszer infláció szintjénél több mint kétszeresen megdobta a magyar inflációt. Ársapka? Az ársapka, akkor a kiskereskedelmi különadó, jelent, ami gyakorlatilag áfaemelésnek is egy-egybe nevezhető, plusz bejöttek olyan plusz terhek az élmiszeriparban, a legújabb éppen a termék felelősségi díj, ami rendkívüli módon pluszban még drágított ezen az élmiszer. De minden, amit most felsorolt, ez számunkra úgy van eladva, hogy ezzel a csúnya kifejezéssel éljek, hogy ez értünk van a fogyasztókért. Az ársapkától kezdve a különadó, minden. Igen, hát a propaganda ezen a téren kiválóan működött, hiszen gyakorlatilag miközben több mint egy éven át mi vezettük a élelmiszerinflációs indexet Európában, arról olvasható a sajtóban, hogy a kormány tédre kényszerítette az inflációt, és lám most már egyszámjegyű, és hamarabb lett egyszámjegyű, mint azt elején gondolták volna. És ez úgy tűnik, hogy a lakosság egy jelentős hányada ennek a tájékoztatásnak egy az egybe bedől, elfogadja. Persze, amikor megy vásárolni, akkor azért érzi azt, hogy bizony itt az az árszint, ami kialakult az elmúlt két évben, az most megrekedt fönt itt valahol a csúcson, és nem fog visszamenni, és ez a lényeg, hogy 2024-ben is igenis drága lesz az élmiszer, szinte kivétel nélkül mindegyik. Azt fogja felhúzni az inflációt? Ugye Orbán Viktor éppen ma a TV2-nek adott egy interjút, ott azt mondta, hogy merész célkitűzés volt az infláció egyszámjegyűre csökkentése a brüsszeli szankciók miatt. Most ezt tegyük a helyére, ott van, ahol van. Viszont arról beszélt, hogy jövőre minden még jobb lesz. Ő meg azt mondja, hogy az élelmiszerinfláció ott marad, ahol van. Az nem élelmiszerinfláció, hanem élelmiszer árszint. Ugye az infláció az azt jelenti, hogy egy adott időszak, másik időszakhoz viszonyítva milyen a változás.
a megrekedt ezen a magas árszinten, és azért, mert a lakosság vásárló ereje olyan mértékben csökkent 2023-ban, hogy egyszerűen elfogyott a pénz, ugye éppen a kormány egyik újságja, nem akarom megnevezni, napokban nagyon komoly elemzést tett közzé, és elismerte azt, hogy a magyar háztartások 40%-a egyik napról a másikra él, és általában a hónap utolsó napjaiban nincs egy fillér szabad pénze. Nos, azért 40%-os arány az elképesztően magas, nem hiszem, hogy Európában van még egy ország, ahol ennyire fogyatkozna a lakossági vásárlóerő, mint ami 2023-ban Magyarországon egy kormány lap által is elismert tény. Raskó György, köszönöm szépen.